A Szlovák Nemzeti Színház 104. évadának nyitányaként Verdi Nabucco című operáját mutatták be Pozsonyban. Tomás Juhász több mint 20 éve a teátrum művésze, akit ezúttal Izmael szerepében láthat a közönség. A történelmi és bibliai kontextus helyett az előadás a szereplők kapcsolatrendszerére helyezi a hangsúlyt. Szeretünk valakit, akkor nincs semmi határ. És a Fenina az keresztény, nem? Aztán átteszi magát a hebrei, ott énekli operában, én hebrei szólnom, hogy zsidó vagyok, és tudja, hogy mi lehet, milyen mindenféle dolgok lehetnek belőle, de a fő az szerintem a legfontosabb dolog az életben a szerelem. Az erőteljes szimbolikával operáló előadás átütő erejű vizualitásával túlmutat az időn, térbeli megoldásaival, impresszív látványvilágával pedig a fiatalabb korosztályt is közelebb viszi az opera műfajához. Azon kezdtem gondolkozni, hogy nem szeretném a Nabuccót a kék arany kliséjében látni. Minden hatalmas, arany és avit, így egy másik koncepciót alakítottam ki. A berlini Pergamon múzeumban jártam, és láttam egy szobrot a babiloni korszakból, amely az áttörést jelentette számomra. A Nabuccót végül egy múzeumban helyeztük, és minden csupán egy emlék a múltból. Az idei pozsonyi színházi évad a nemzetköziséget hirdeti, ezt erősíti például a Nabuccó cserendezője is. A Nabucco egy időtlen történet, amely egyfelől a Krisztus előtti időből, illetve Verdi korából, az 1840-es évekből származik, emellett a ma emberét is megszólítja, tehát a szimbolikája, illetve tematikája mind archetipikus. Láthatjuk a zsidók és babilóniaiak harcát, amely azt üzeni a mának, hogy kizárólag a nemzeti egység vezethet szabadsághoz, emellett kibontakozik egy családdráma, egy apa és két lánya között, amely szintén egy kortalan képet fest, hiszen vannak rokonaink, családtagjaink, akikkel nem mindig tudunk együttműködni, de csak akkor győzhetünk, ha ott vagyunk egymásnak és kapcsolódunk. A történet harmadik rétege pedig a bibliai történetek szimbólumainak, illetve metaforáinak szintjén mozog, amely egyébként a produkció elkészítésére is inspirált. Két színházépület is található Pozsonyban, a korábban városi színházként használt a történelmi óvárosban, amely már bezárt és felújításra vár, a másik pedig a Szlovák Nemzeti Színház, amely egy modern épületbe várja közönség. Ez a rejtett része a színpadnak, amit nem lát a közönség. A backstage dupla terű, és itt láthatók a Nabucco színpad elemei, amelyeket egyesével helyezünk az előtérbe az est folyamán. Az opera mellett többek között vígjátékkal, koncertekkel és balettel készül a társulat az idei évadra. Dráma, balett és opera is működik a színházban. 2021-ig pedig együttműködött a modern és a történelmi épület, így most egy kicsit bonyolultabb, hogy mindent egy helyszínen összpontosítunk. De szerencsére rendben megoldjuk, és remélhetőleg hamarosan a történelmi épület is újra megnyithatja kapuit. A premier napján igazi kulturális program kavalkád várt a közönségre, hiszen a teátrumból kilépve a pozsonyi fehér éjszakába csöppentek az érdeklődők, akik hol felhőkarcolták, szolókra applikált zenés lézersóba, hol pedig különleges installációkba botlottak. A városszerte telepített fényes alkotások mellett pedig koncertek biztosították, hogy minden korosztály megtalálja a számára legideálisabb programot.